Pszichológia korlátlanul. Ott, ahol te akarod. El tudjátok képzelni, hogy az érzelemvilág gazdagsága szorosan összefügg azzal, hogy a kezdetektől milyen szeretett mintákat, milyen differenciált érzelmeknek a kivitelező mintáit adta az a szülő, az édesanya, a személyes környezet. Minél gazdagabb ez a lenyomatolódott világ, annál többen kereskedhetem. Hát annál több az, amivel az egyeztetés megtörténik, hogy miről van itt szó, milyen lelkiállapotról van szó. Nos, ha nekem kevés az ilyen tapasztalatom, érzelmi tapasztalatom, amivel az egyeztetés történik. El tudjátok képzelni, hogy milyen nehéz annak, akinek vagy rosszak, nagyon nehezek, súlyosak, negatívak az érzelmi jelentések, vagy egyszerűen annyira szegényes volt az érzelmi ráhatás, annyira nem volt ilyen személyre szóló, ugye, hogy nem tudta soha a gyerek azt élvezni, hogy az édesanyja szemében, mint egy kis világban, egy kis glóbuszon úgy érezze magát otthon a világban, hogy visszacsillogni láthassa, úgyis mondjuk ez a narcisztikus gyönyörűség, hogy a szülő azt sugározza, hogy fontos vagy, és a gyerek ezt megéli. És hogyha nincsenek ilyen tapasztalatok, egyszerűen meg volt fosztva valami okból ez a gyerek, milyen empátiás készséget várjunk tőle, amikor nincs mivel egyeztessen, vagy ha egyeztet, akkor azok rettenetesek.